add el nekem ezt a rohadt tollat. Itt és most. Megtennél nekem valamit? Írd le a neved erre a szalvétára. Oké, persze, de nincs tollam. Pontosan. Kereslet, kínálat, barátom. Láttad a Wall Street Farkasa című filmet? Ez egy párbeszéd belőle, és amúgy meg is történt. Jordan Belfort tényleg azt mondta, hogy add el ezt a tollat, és amúgy a tréningjein is érdemes meggooglizni, hogy Jordan Belfort, Wolf of the Wall Street, és van egy ilyen tréninge, akár online is elvégezhető, és ott is mindig jön ezzel a példával. Ami ugye egy tárgyalási szituáció, és hogyha belegondolunk, az életben minden egyfajta tárgyalás. Attól kezdve, hogyha a párunkkal arról beszélünk, hogy moziba menjünk, vagy hogy hol kávézzunk, bármilyen helyzetben, mindig, vagy legalábbis a legtöbb esetben van az egyik fél, aki valamit akar, és ott van a másik, aki meg eldönti, hogy ebbe ő partner, vagy sem. A tárgyalás egy művészet. Válj a mesterévé. Ehhez pedig ismerni kell a trükköket, és a mai vlogban pontosan erről lesz szó, tárgyalás technikai trükkök. Sziasztok! Én Szántó Péter vagyok, és a csatornám életében először napi vlogoltam. Ez az utolsó előtti adás, az utolsó fejezet a könyvből. Milyen könyvből? A Válj valóra című könyv, amit a HVG könyvek adott ki. Az alcíme az, hogy én márka hatékonyságnövelés lifehackek, és én írtam. Durva érzés! Ennek az apropójából döntöttem úgy, hogy nem feltétlenül egy ilyen audiobook keretében, hanem ha már van egy YouTube-os vlogom, akkor napi vlogolok arról, hogy az egyes fejezeteket bemutatom, mindegyik nap egy fejezet, már fent van az összes, hogyha most találkozunk először, akkor nézd meg, nézd vissza a videókat, amik érdekelnek, de hogyha szeretnéd a könyvet megrendelni, akkor a like-gomb alatt a leírásban a váljvalóra.hu-n ezt megteheted, itt a legkedvezményesebb, és még dedikálom is, de amúgy bármelyik könyvesboltba, hogyha bemész, akkor ott van már a könyvem, nagyon durva érzés, és itt még nem állunk meg, ugyanis a könyvemhez vannak online képzések is, ez is a like-gomb alatt megtalálható. Na jó, sokáig beszéltem, jöjjön az intro, beszéljünk a tárgyalás technikáról. A visszautasíthatatlan ajánlat. Mennyire poén, hogy pont a tárgyalás technikáról van szó, és egy ilyen nagy tárgyalóterembe tudok lenni. És bevallom, azért is helyeztem magam ennyire távol, mert egy sztorit szeretnék megosztani, amit fel fogok olvasni, pedig nem nagyon szoktam ugye a vlogban felolvasni, nem csak így beszélgetünk. Ez Steve Jobsról szól, arról, amikor visszajött az Apple-be, mert ugye őt kirúgták, aztán csinált nagyon kegy dolgokat, mint a Pixart, meg megalapította a Nextet, amit megvett az Apple, és így került vissza. És hát ahelyett, hogy így összetette van két kezét, és megköszönte van, hogy lehetőséget adtok, elég keményen és erős kézből tárgyalt arról, hogy elmondja a feltételeit. Azt mondta Steve Jobs, hogy azért hoztatok ide, hogy rendbe tegyem ezt a dolgot, ehhez pedig az emberek kulcsfontosságúak. Ezt az igazgató tanácsnak mondta, amikor 97-ben visszatért ugye az Apple-höz. Srácok, ha nem akarjátok ezt csinálni, akkor nem jövök vissza hétfőn, mivel rengeteg fontos döntést kell meghoznom, sokkal bonyolultabbakat, mint ez. Ha nem tudjátok ezt a döntést támogatni, én el fogok bukni. Szóval, ha nem megy, akkor én kiléptem. Nyugodtan fogjátok rá, mondhatjátok, hogy Steve nem akarta ezt a munkát. Az igazgató tanács megadta azt, amit Steve kért, de Steve Jobs nem állt itt meg. Másnap visszajött, és azt kérte, hogy a teljes igazgató tanács egy ember kivételével mondjon le. Máskülönben én mondok fel, és nem jövök vissza hétfőn. Irányíts te a tárgyalást, hiszen így tudod kontrollálni a párbeszédet, ami egy tárgyalási szituációban a legmeghatározóbb kulcs a sikerhez vezető úton. Vont be az érzelmeket, minél hosszabban tárgyalsz, minél bonyolultabb egy szakasz, és a másik fél egyre érintettebb lesz, annál jobban vonja be magát érzelmileg is. Biztos, veled is volt már olyan, hogy valamit nagyon akartál, és kutattál, beszéltél róla, nézegetted, és minél inkább bevonódtál érzelmileg, annál jobban akartad, és annál kevésbé tudtál rá nemet mondani. A helyes mindset az az, hogy köszi, nincs rá szükségem. Ha nem ebbe vagy, akkor azt érzik rajtad. Egyszerűen annyit kell csinálnod, hogy köszönöm, elengedem. Ha ez nem megy, azt érzik rajtad.
Az értelem helyett az érzelmekre kell hatni. Ezt úgy tudod megtenni és kitalálni, hogy miként tudod a másikkal szemben alkalmazni, hogyha beszélteted és megnézed, hogy úgynevezetten milyen szóhasználati típusai vannak, ezt az NLP vakognak hívja, hogy valaki vizuális mintákat, auditív hangalapokat, vagy térbeli elhelyezéseket, lehet íz vagy szaglás alapú dolgokat használ, és ugyanezt vedd észre, hogyha veled szemben használja valaki. Vagy úgy tudod a legegyszerűbben ezt megnézni, hogy figyeled tényleg a szó használatát. Például, hogyha valaki azt mondja, hogy ezt jó hallani, pedig mondhatná azt is, hogy ezt látom, vagy érzem, vagy jó ízű ez a beszélgetés. Ha valaki ugye az előbb ilyen auditív típusba tartozik, akkor mondhatod neki olyan szóhasználattal azt, amit szeretnél közölni, hogy ez zene füleimnek, a muzsika hangja szóra, hogy el nem képzeljük, mert ugye az vizuális, én vizuális vagyok, azért használok mindig ilyeneket, de például ahelyett, hogy azt mondod, hogy tudod, hogy milyen elégedett lesz valaki, mondhatod azt, hogy mondd, hogy hallod, ahogyan mások elégedettek vele. Következő, amiről beszélünk, az, hogy nem kell nyerned. A nulla összeg helyett inkább gondolkozz a win-win szituációkban. Persze ez nem azt jelenti, hogy gyengének kell lenned. Mindig találd meg azt a pozíciót, hogy te hogy tudsz pozícióban lenni, hogy tudsz erősen tárgyalni. Ha nézted a Szúcot, a brilliáns elmék magyarul, Harvey Specternek van erre egy nagyon jó gondolata. Ha fegyvert tartanak a fejedhez, akkor vedd el, vagy vegyél elő egy nagyobbat, vagy vedd észre, hogy blöffölnek. Vagy tegyél bármit az ezer opcióból. Ezzel a mindsettel, nem még, ezek az egész előtt két opciód van. Vagy azt mondod, hogy elfogadom, hogy nincs hatalmam a szituáció felett, Vagy ahelyett, hogy feladnád, inkább próbálkozol, és megtalad azokat a pontokat, ami felett igenis te rendelkezel, te tudod kontrollálni az adott szituációba, és kihozod ebből úgy a maximumot, hogy végül úgy alakuljon, hogy a hatalom igazából nálad van, vagy legalábbis valamilyen féle keretet azért tudjál tartani, ami felett tényleg te rendelkezel. Na most ezt nem kell egy ilyen nagyon erős, nem tudom, maszkulin, agresszívan lenyomó dologba helyezni feltétlen. Tényleg ezt lehet nagyon kultúráltan, udvariasan, tényleg, főleg akkor, hogyha te vagy, aki a rosszabb pozícióból jön. Simán mondhatod azt, hogy nézd, sarokba szorítottál. Nem tudok mit lépni, nincs lehetőségem, tudásom, tapasztalatom sincsen rá. Te győztél. Mégis, a segítségedet kérem. Tudnánk valahogy egy kompromisszumra jutni? A legtöbb esetben, mivel ezzel a másikat helyezted abba a szerepbe, hogy ő a segítő, ő a megmentő, legtöbbször valamit el lehet jutni, ami már jobb, mint az a sarokba szorított vesztes helyzet, és tessék, hogy lett neked hatalmad? Hogy kontrolláltál valamit a szituációba? Hogy esendőnek mutattad magad, és a másik kezébe adtad annak a lehetőségét, hogy ő jöjjön ki a hősként. Neked végül is tök mindegy, hogy ő ennek egóból akárhogy hősnek érzi magát, meg nem hú, de jó legyőzött, de mégis egy jobb szituációba érkeztél. Az egót hagyjuk kint. Másrészt meg a sebezhetőségről írok is a könyvben, de hogyha ide klikkelsz, akkor megnézheted az erre vonatkozó vlogot is. Nem kell mindent megmagyaráznod. Hagyd a másikat, hogy megdolgozzon az érvelésért, hagyd, hogy ő gondolkozzon. Nem neked kell mindent megtanítanod ezekre a dolgokra, és őszintén én ezt régen nem értettem. Akármikor jött egy kérdés, mindent meg akartam, mindent is magyarázni, de rájöttem, hogy ennek nincs értelme, hiszen nem azért fognak velem dolgozni, nem azért fognak engem kedvelni, mert mindenre kielégítettem az információ igényüket, súlyokat. Hagyd, hogy ők dolgozzanak, és legközelebb, hogyha olyat kérdeznek tőled, amire igazából ők is megtalálhatják a választ, vagy ha egy picit dolgoznak érte, akkor el tudják végezni, akkor erre nagyon udvariasan válaszolhatsz. Mondd el, hogy te azt hitted, hogy ők ezt amúgy tudják, vagy már rég megoldottád. Mondd el nyugodtan nekik, hogy te azt hitted, hogy ezt tudják, vagy hogy már rég megoldották, és úgy gondolod, hogy te nem azért vagy itt,
Nyilván, hogyha azért vagy ott, hogy oktassál, vagy tanítsál, akkor oktatsz, de más esetben nyugodtan mondd el, hogy te most nem arra szánnád a te idődet, hogy nekik ezt az alapszintű dolgot megtanítsd, hanem te más dolgokban hozol értéket, és szeretnél arra fókuszálni. Tényleg, ezáltal csak tiszteletet fogsz kiérdemelni. Lehet, hogy nem fognak szeretni, lehet, hogy negatívan néznek erre, de egy biztos, tiszteletet parancsol, hogy tudod, hogy hol van a határ, tudod az értéked, és hogy te mit képviselsz. Vázold a jövőt. Például egy új projektnek a kezdeténél egy olyan tárgyalási szakaszban mondhatsz valami olyat mondjuk, hogy képzeld el, hogy már 1000 éve együtt dolgozunk, mit szólnál, lenne kedved megvalósítani X vagy Y-t? És ezzel is ugye belehelyezed abba, hogy ő gondolkozzon, elképzeljen valamit, és egy tök más mindsetbe kerül az ember. No, hát úgy érzem, hogy ez a vlog amúgy nagyon hosszú, úgyhogy szerintem itt most én itt elvágom, és a második részre várnod kell egészen holnapig, és legalább így még hosszabbak lesznek a napi vlogok. Jó, hát akkor köszönjünk el. Ha itt vagy és végignézted, nagyon szépen köszönöm. Ha most találkoztunk először és tetszett a tartalom, akkor nyomj rá a feliratkozás gombra, és a csengőt is nyomd be, hogy ne maradj le, hiszen holnap jön ugye a második rész. A like gombot is nyomd meg hogyha amivel tudnál nekem segíteni az igazából, meg másoknak is, hogyha megosztanád, vagy elküldöd olyannak, akinek ez segíthet az életében. Amúgy meg a like gomb alatt ott a könyv, meg lehet rendelni, beiratkozhatsz a képzésre, ingyenes része is van, de ha befizetsz, pénzvisszafizetési garancia van, úgyhogy nem nagyon kockáztat semmit, és akik eddig megcsinálták, mindegyikük nagyon meg volt elégedve. Köszönöm, hogy itt voltál, megnézted, remélem, hogy találkozunk. Sziasztok!